12 éves korában Jézus ott van a templomban, de zarándokolni mennek család, mármint Jézus meg a szülei, és természetesen, amikor visszatér haza, nem jön velük, vagy nem megy velük Jézus, hanem otthon, vagy a templomban marad. És én azon gondolkodtam, hogy Jézus ilyen kiskorában mennyire otthon érezte a templomban. Tehát őt nem zavarta, nem aggódott, hanem olyan érzés volt, mintha otthon lenne. A kérdés számunkra ma talán, mi mennyire otthon érezzük a templomban? Miért megyünk a templomba? Azért, mert valaki mond nekünk, hogy akkor most megyünk el, és nem szívesen megyünk, hanem azért, mert valaki mondta, és akkor erőltetjük magunkat, mégis megint vasárnap, megint a mise, és akkor mind kell menni, és csak úgy megyünk. Vagy szívesen megyünk templomban. Ez egy tudat, hogy az egy hely, ahol időnként érdemes lenni. Valamikor az ember elmegy a templomba, mégsem érkezik oda. Mármint megérkezni egy olyan helyre, csak akkor lehet, amikor szívesen megyünk. Ha nem, akkor nem érkezünk, csak a test, a lélek, meg az értelem, az távol lesz a testtől. Amikor szívesen megyünk, amikor otthon érezzük valahol, ez azt jelenti jelenlét teljességében. Test, értelem, meg a lélek egybe van, ott, otthon érzem magam. Templom ilyen egy helynek kell lennie számunkra, mindegyik keresztény a Krisztusnak ilyen korában annyira fontos volt, és szívesen volt ott, és otthon érezte magát. Amikor megyünk, szívesen tesszük meg azt. Ha nem, akkor érdemes ezt lemondani. Nem tenni olyan dolgokat, amit nem teszünk Istennek, mert nem kedves Istennek ez a cselekedet. Ezentúl szívesen és szeretettel megyünk templomba, mert ott valaki vár, aki ebben az otthonban valódi otthonérzést tud adni. Szép napot kívánok!